az első két részben megtanultuk elindulni, csúszó savas körülmények között, aztán menet közben megnéztük, hogy milyen, amikor az autó alulkormányzott, túlkormányzott, hogy viselkedik, amikor nem tapad ideálisan. Most viszont nézzük meg, hogy milyen a megállás. Tudom, hogy elég régóta vezetsz. Kérdés az, hogy vezettél-e már blokkolás gátló nélkül autót, hogy fékeztél-e már blokkolás gátló nélkül? Nem, még nem vezettem így. Na, gondolom, mert hogy általában ez jellemző már a fiatalabb korosztályra, úgyhogy most blokkolás gátlóval akarok néhány dolgot mutatni neked, mert ezzel is vannak olyan apró finomságok, amit télen ki lehet használni, ha nagyon csúszik az út. Ez jó ez a tempó, 50, tök jó. Majd átadjuk két piros bolyánál féket, most! Ez nagyon jó fog ez a gumi. Akkor most csináljunk egy olyat, hogy menj 65-tel a következő körben, és nagyon keményen lépj a fékpedálra, tehát ahogy odalép, érünk, mint az életed múlna rajta. És keményen, ez az! Az igen, erre most jól odarúgtál, de el is csúszunk szépen. De egyébként ez az egyik legnagyobb hiba, amit közúti közlekedésben egy átlag sofőr nem tesz meg, hogy amikor fékezni kell, akkor nincs elég fékerő az elején, úgy nem meri a fékpedált megrúgni, hanem csak úgy megsimogatja az elején. Mehetsz még gyorsabban, legyen 70. Jó. Az volt benne az érdekes, hogy 5-tel mentünk gyorsabban, mint az előbb. Szerintem 15 méterre csúsztunk tovább. De amikor mondjuk egy téli útra kerülsz, vagy csak úgy arra vagy kíváncsi, hogy vajon változtak a viszonyok, vagy változott a tapadás az útfelületen, egy picit odalépsz a fékre, egy kicsit keményebben, de nem durván, akkor abból, ahogy húzál, mikor kezd el húzálni a blokkolásgátló, abból már tudod, hogy milyen tapadás útfelület van alattad. Mert hogyha nagyon hamar a fékpedál elnyomásától számított rövid időn belül megjön ez a pulzáló érzés, akkor biztos, hogy eléggé csúszik alattad a talaj. Most egy jó autóban ültünk, egy jó vadonatúj téli gumival, és most meg akarom azt is mutatni ugyanezen a pályán, de úgy, hogy én beülök egy másik autóba, és egymás mellett fogunk menni ugyanezen a tempóval, ugyanott kezdünk el fékezni, csak én nyári gumival leszek. Hitted volna, hogy ilyen különbség van a téli meg a nyári gumi között, hogy fék távon? Én nem hittem volna, de most már láttam. Több mint a duplája volt gyakorlatilag az én féktávon. Egy másik autóval, de azért nagyjából hasonlóan nem volt óriási méretkülönbség. Képzeld el, ugyanezt forgalomban mondjuk egy havas úton, a piros lámpán úton éred a sor. Nagyjából ezen múlik, úgyhogy hiába van egy jó autó az ember fenek alatt, hiába vezet valaki nagyon jól, mint Bernie. De nincs megfelelő gumi az autón, akkor nem nagyon megyünk vele semmire, főleg télen. Ezt tartsák észben, viszlát!